Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Vincze Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Utcafórum. Szabó Noémi és Móra Viktória beszélgettek a szexárdiakkal. Legalizáció. Továbbra is megosztó itthon a kanabisz. Német delegáció Tolnán. Testvérvárosi látogatás. Rózsusabau Kft. Bronz minősítésben részesült a dombóvári építőipari vállalat. Szabó Noémi, a Fidesz-KDNP szexárdi 5-ös számú egyéni választókerület és Móra Viktória, a 9-es számú egyéni választókerület képviselőjelöltjei tartottak közös szabadtéri utcafórumot Szexárdon a Generációk parkjában. A jelöltek ismertették céljaikat, kitűzéseiket. Szabó Noémi jelenleg az Európában is hírnevet szerzett Tarka SC Szexárd kosárlabda csapatának sportigazgatója. Most képviselőjelöltként indul a június 9-i választásokon. Igazából nem volt nekem semmiféle közéleti szerepvállalásom, illetve politikai múltam, de azt gondolom, hogy erre az időszakra megérett az bennem, hogy tegyek ezért a városért. Nyilván az édesapám révén mindig jobboldali kötődésű embernek vallottam magam, ezért aztán nem állt tőlem távol, hogy Fidesz-KDNP színekben induljak. És azt gondolom, hogy egy olyan komoly sporttámogatás alakult ki 2011 óta Magyarországon a látvány csapatsportok és egyéb sportok részére is, hogy azt gondolom, hogy ezért óriási hálával és köszönettel tartozom a jelenleg is regnáló kormánynak. A jelölt elmondta, hogy a szexárdi 5-ös számú választókerületben nevelkedett és jelenleg is itt él. Úgy fogalmazott, sokat tudna tenni a saját lakókörzetért. Én most tartom ugye az első fórumomat, úgyhogy nyilván kíváncsi vagyok az emberek véleményére, de már amit most is meg tudunk valósítani, hogy a Bartina utcában például a közlekedés az ott nagyon nehéz, rengeteg autó parkol, és ez igazából nagy pénzbe se kerül a Kékmadár Alapítvány előtt az ízlelőnél. Ki fogunk már jövő héten tenni a polgármester úrral egy tükröt, hogy ott jobban lehessen közlekedni. Hát nyilván az egész városban probléma a parkolás, tehát ezt ugye most már jó lenne, ha nem csak ígérgetések szintjén oldanánk meg, hanem egyébként is. Cél egy fedett közösségi tér kialakítása, és a Flórián utcában a sétpatak tisztítása is. Itt az Aliszka utcát járva gyerekkoromban itt a két főháztom között volt egy nagyon szép cuki játszótér, de az ugye nem kell, mert hogy itt van a Generációk parkja, viszont rengeteg idős ember él itt a környéken, és azt gondoltam, hogy oda egy olyan fedett közösségi teret, de mégis szabad közösségi teret kellene kialakítani, és ez sem horribilis összeg, hogy az rögtön az első terveim között van, hogy oda az időseknek mindenképp egy olyan helyet, ahol akár kártyázni, társasozni, beszélgetni, de még esetleg jó idő vagy eső esetén is közösen tudjanak tevékenykedni. Móra Viktória Horváth István országgyűlési képviselő kabinetfőnökeként dolgozik. 17 település fejlesztéséért és segítéséért vagyunk felelősek, értük dolgozunk. És egyébként a Szexárd megyei jogváros önkormányzati képviselője vagyok. Móra Viktória is úgy gondolja, hogy saját körzetében több megoldandó feladat van. Vannak alapvető problémák a városban, ami minden, az egész város területét érintik, és minden lakos számára problémák, ilyen például a parkolás, az utak, a járdák állapota. A jelöltek elmondták, hogy az utcafórumok jó alkalmak arra, hogy a szexárdiakkal beszélgetve a felmerülő problémákat meghallgassák, majd azokra megoldásokat találjanak. Németországban legalizálták a kanabiszt, ezzel egy 120 éves tilalomnak vetettek véget. Az eset kapcsán kérdeztük Zaher Gábor toxikológust és a szexárdiakat, miként vélekednek a marihuánáról. Áprilistól bizonyos megkötésekkel, de legálisan hordhat magánál marihuánát a német fogyasztó. Mindenre a kormányzati érvelés szerint azért volt szükség, hogy a fekete piacra folyó pénzeket az állami kasszába vezessék, valamint azért is, hogy egy kontrolláltabb módon, tehát biztonságosabban lehessen füvet használni. A szexáriakat is megosztja az ügy. Ha lehet, akkor ne engedélyezzék. Miért? Mert semmiféle kábítószert, ha lehet, ne engedélyezzenek. Elég bajt csinál az, ami évszázadok óta megvan, mint az alkohol. Természetesen akad azért olyan is, aki ha a teljes legalitást nem is, de az orvosi felhasználást annál inkább szorgalmazná. Állítólag van egy gyógyhatása, amit szeretnének a fiatalok kihasználni.
gondolom én. Mert ugye a németeknél legalizálták. Hát mondjuk nem tenném azért. Azért maradhatna ez az orvosi része, de nem tenném legálissá. És olyanokkal is találkozni, akik mélységesen elítélik a kannabiszt. Hát az... Bár kéne szüntetni. Azt meg kéne szüntetni, de sürgősen. Az biztos. Mert ugye a németeknél ugye legalizálták. Igen? Igen. Azt nem tudtam. De én szerintem az nagyon nem jó. Az. Ez a drog, ez nem jó. Egyáltalán. Meg szerintem senkinek se. Dr. Zaher Gábor megosztotta velünk a rendelkezésre álló hazai adatokat, miszerint évente 70-80 kábítószerrel összefüggésbe hozhatóbb haláleset történik nálunk, miközben ugyanez az alkoholra vetítve 30 ezer. Hogyha mondjuk ott van valaki marihuána függőként, mondjuk naponta 3-4 spangliter szív, és ott van mellette egy alkoholbeteg, aki mondjuk naponta megiszik mondjuk 3-4 deci vodkát, és mondjuk 4-5 sörrel ezt az egészet megkíséri, és úgy dönt mind a kettő, hogy ő most abba hagyja, akár úgy is, hogy nem kér orvosi segítséget, annak a valószínűsége, hogy a marihuána használó az elvonási tünetekbe belehal, az gyakorlatilag 0%. Ellenben az alkohol betegnél, hogyha ő abba hagyja az alkoholfogyasztást, jelentkeznek a megvonási tünetek, és a megvonási tünetekbe könnyen belecsúszhat akár egy-másfél nap alatt egy delirium trémenszbe, amelyik mind a mai napig akár egy olyan 5-6%-os halálozási arányjal bír. A toxikológus úgy gondolja, itthon nem szakmai, inkább politikai döntések születnek a marihuána kapcsán, ami egyébként Európa egyik legszigorúbb törvényével van tiltva hazánkban. Az biztos, hogy ez nem egy csodaszer, de ma már nagyon magas A-típusú evidenciák vannak arra, hogy akár a THC, ugye a pszichoaktív hatóanyag, akár az egyéb más különböző hatóanyagok, amelyek benne vannak az indiai kendernövényben, azoknak bizonyos betegség esetében van pozitív medicinális hatásuk, és ez nem kérdőjelezhető meg. Mint elmondta, a könnyebben beszerezhető biofű sokkal több veszélyesebb, mint a kannabisz, ráadásul semmiféle gyógyító hatással nem jár. Nem értem ezt a fajta ellenállást, hogy azok a magas szintű evidenciák, amelyek bizonyos betegség esetén a kender növényben való hatóanyagok előfordulásáról szólnak, ezek Magyarországon miért találnak süket fülekre? Én azt gondolom, hogy ez alapvetően nem egy szakmai, hanem ez egy politikai jellegű hozzáállást mutat. Tehát ilyen ma a világ. A szakember azt is megosztotta velünk, hogy nem tudni, mi lesz még később, valamiféle trend elindult, de hogy aztán 10 év múlva milyen döntés születik majd, az már egy teljesen másik kérdés. A közbeszédben és az országos médiában is elterjedt hírek szerint orvoshiány miatt megszűnhet a Szekszárdi Balassa János Kórház szülészeti osztálya. A témával kapcsolatban stábunk megkereste az érintett intézményt, ők közleményükben azt írták, a Tolna vármegyei Balassa János Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályát nem tervezik bezárni. A szakemberek száma az osztályon megfelelő, az ügyeleti beosztást más megyéből érkező orvosokkal is segítik. Ebből adódóan minden hozzájuk forduló beteget el tudnak látni, a térség ellátása folyamatosan biztosított. A pécsi klinikákra, ahogyan eddig, úgy a jövőben is kizárólag orvos szakmai indokoltság alapján irányítanak át betegeket. Kedden matematika tantárgyal folytatódtak a 2024-es érettségi vizsgák. Idén 69.047-en tettek érettségi vizsgát matematikából középszinten, 6.616-an pedig emelt szinten. A feladatok közé tartoztak a halmazok, függvények, geometria, számtani sorozat, logaritmus és százalékszámítás is. A diákoknak 3 óra alatt kellett megírniuk dolgozatukat. Egy NAKON élő férfi tett bejelentést autólopás miatt 2024. május 3-án. Elmondta, hogy az előző este még látta a házuk előtt, ahol leparkolt vele, de reggelre eltűnt az autója. Nem zárta be a Trabant ajtaját, és a slusszkulcsot is a gyújtás kapcsolóban hagyta. A hatóságok egy Göllén lakó férfi udvarában találták meg a járművet. Ő elmondta, hogy Szakcsról indult Göllére biciklivel. Naknál járt, mikor esni kezdett az eső. Ekkor ült be a Trabantba, hogy ne ázzon el. Az már csak hab volt a tortán, hogy az indító kulcsot is megtalálta. Mivel egyébként is kocsit akart vásárolni, úgy gondolta, a talált autóval megy haza, ezért bicikliét a csomagtartóba tette, majd elindult. A férfit lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügy vizsgálata a Dombóvári rendőrkapitányságon folytatódik.
Tolna és a németországi Stutenzé testvérárosi kapcsolata 30 éves múltra tekint vissza, melyet évenkénti találkozókkal tartanak életben a városvezetők. Appelshofer Ágnes, Tolna polgármestere szívélyes köszöntőjével üdvözölte a Városháza dísztermében a 18 tagú német delegációt. Mindig nagy öröm számomra, amikor találkozunk a partnertelepülés képviselőivel. Én ebben 18 éve veszek részt, és azóta nagyon sokat változott a világ itt Magyarországon is és Németországban is, de én azt gondolom, hogy mégis nagyon fontosak azok a barátságok, amelyek kötettek, és itt most személyes barátságokra is gondolok akár, és nyilván települések között is a hivatalos delegációs partnerségre. Sokat változott a világ, de én, ahogy a köszöntőmben is elmondtam, hogy én nagyon bízom abban, hogy sokkal több minden van, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt, és azt hiszem, hogy az évről évre való találkozás az ennek ékes példája. A protokoll és baráti kapcsolatokon túlmenően is vannak terveik a vezetőknek. Nagyon bízom abban, hogy mint ahogy az elmúlt években nagyon sokáig egyébként a két település között volt egy ilyen diákcsere program, aztán ez egy kicsit elhalt, és valljuk be őszintén a Covid se tehet ennek jót, de én nagyon bízom abban, hogy ez egy kicsit talán fellendül, hiszen a magyar gyerekek nyelvtanulása is nagyon fontos egyébként, hogy német nyelvterületen tudjanak németül tanulni. És nagyon fontos az is, hogy bár családdal most már nyitott a világ, tehát mióta az Unióban vagyunk, azóta bárki bárhova utazhat, ha van rá anyagi lehetősége. De mégis fontos az, hogy esetleg a diákok ne csak a turisztikai látványosságokat lássák, hanem a valóságot ott, és a német diákok a valóságot itt. Petra Maria Becker 2018 óta Stutenzé főpolgármestere, és nagy öröm számára, hogy újra itt lehet Tolnán, és azt is elmondta nekünk, hogy miért is tartja fontosnak a két város közötti kapcsolatot. Nekünk egy jó és baráti kapcsolatunk van. Ilyen esetben a lehetséges politikai különbségeknek nincs szerepük, ugyanis mi időt tölteni akarunk egymással. Eszmecserét folytatni, egymástól tanulni, így ennek nem szabad megosztó szerepet játszania. A 4 napra érkezett küldöttség tagjait nem hagyták unatkozni, hiszen igazán mozgalmas és színvonalas programokon vehettek részt. Ilyen volt a Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett tavaszi térzene a Mözsi Művölődési Házban is. A szekszárdi járásbíróság ítéletet hirdetett annak a férfinek az ügyében, aki tolatás közben ütötte el egy idős nőt Szekszárdon a Bajcsi-Zsilinszki utcában. A járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében, ezért őt 1 év 8 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre, 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte, továbbá kötelezte a több mint 800 000 forint bűnügyi költség megfizetésére. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. A Klímanócskák program pedagógusoknak kínál módszereket, bemutatja, hogyan is lehet oktatni és játékos formában átadni a környezet megóvásával kapcsolatos szellemiséget a gyerekeknek. Ennek keretében valósult meg Dombóváron a Szivárvány óvodában egy családi nap is. A rendezvényen kreatív projekteken keresztül tanították az óvodásokat. Szelektív labirintussal, közlekedj zölden kvízzel, egészséges életmód interaktív foglalkozásokkal és egy ki mit tuddal is a klímaváltozásról. Ábrahám Mónika szervező beszélt a képzés részleteiről. Az Energetikai Minisztérium támogatásával egy országos program, mert minden vármegyében egy-egy óvoda válik Klímanócska tagovadává. Most jelenleg ugye 12 vármegyét céloztunk meg, és ennek a része Dombóvár. Ez a képzés úgy épül föl, hogy egyszer eljöttünk ide egy bemutatónappal, ezt Bozókiné Szabó Ildikó mesterpedagógus tartotta, akinek az egész Klímanócska programnak a megálmodója, majd ezt követte egy 3 napos képzés, amelyben itt jelenleg 25 óvónővel Távozik a Torka SC Szekszárd kosárlabda csapatától Gyokics Zsejko vezetőedző.
A szakember 8,5 évig irányította a csapatot, amellyel többek közt 4 bajnoki ezüstérmet és magyar kupát nyert. Európa kupa bronzérmes lett vele a gárda, valamint az Euroliga csoportkörébe is az ő irányításával jutottak be a szekszárdiak. A szerb-magyar menedzser úgy nyilatkozott, lejárt a szerződése és úgy érezte, hogy változásra van szüksége. Csodálatos éveket töltött Szekszárdon, történelmet írtak együtt, a második családjává vált a klub, a menedzsment, a stábja, a játékosok, a szurkolók, akik hiányozni fognak számára. A Dombóvári Rózsus Abau Kft. Ünnepélyes keretek között kapta meg az Országos Évfelelős Foglalkoztatója Vagyok elnevezésű díjat. Bronzminősítésben részesült a Dombóvári Rózsus Abau Kft. Dávid Roland ügyvezető igazgató elmondta, a tanulók képzésével is foglalkoznak. A képzések nálunk könyves és festő tekintetében működik, mind a nappali, mind a felnőtt képzésben. Ugye itt a duális képzést szerepeltetjük, tehát nálunk az elméleti képzés és a gyakorlati képzés is megjelenik, az iskolákkal együttműködve. Jelenleg 24 fő vesz részt képzésekben. Dombóvári SC és a Váhi Péter Tamási szakképzőiskolától vannak nálunk a gyerekek. Másod és harmadévesek, vannak most harmadévesek, akik most ballagnak, illetve a másodikosok, akik mennek a harmadikai folyamba. Illetve hát szeptembertől folytatjuk, ugye kapjuk a 9-eseket, akik most 10-esek lesznek. Még családi házak bővítésével, felújításával, valamint generál kivitelezéssel foglalkozik Dombóváron és 100 kilométeres körzetében. A céget azt én alapítottam alapjával 25 évvel ezelőtt. 2016-ban alapítottam egy Kft-t, ami direktorra éleződött ki, hogy mi láttuk a szakma hiányokat, hogy a könyves és a festőt után tudjuk pótolni, hiszen nálunk sem volt akkora olyan létszám, és gondoltuk, hogy majd kineveljük magunknak a gyermekeket, illetve hát a szakembereket a későbbiekre vonatkozólag. Ezt mi családi vállalkozásként indítottuk el, tehát a feleségem is bent van a vállalkozásban, illetve több olyan társ van a cégben, akik a cég mindennapi életébe segítkeznek, mind papírilag, műszakilag, tehát mindenféle tekintetben. Az elmúlt évek eredményeként stabil munkaerőállományt alakítottak ki, megerősítve ezzel a további megbízott munkafolyamatok maximális labornyolítását. Regionális híreink következnek. Segítik a pedagógusok pályamaradását. Lakásokra pályázhatnak Pécsen. Életfa. Különleges alkotások köszöntötték az édesanyákat Balatonföldváron. Állás lehetőségek vannak, azonban a lakhatás gondot jelent a pályakezdő pedagógusoknak Pécsen. Ezért az egyetem az önkormányzathoz fordult, hogy segítse a tanárok, tanítók, óvónők megtartását. Végül egy pályázati rendszert állítottak össze a megoldáshoz. Egyetemi egyházi városi vezetők az asztalnál a pécsi polgármesteri hivatal termében a pedagógusok pályán tartása hozta össze a feleket. Tapasztalat szerint tanárképzésre főleg azok a fiatalok jelentkeznek, akiknek családi anyagi háttere nem olyan erős, hogy támogatni tudják őket. Ezért már az ösztöndíjakkal segíti pályán tartani ezeket a fiatalokat az egyetem, mondja a TTK dékánja. Ha tőlünk kap ösztöndíjat és nem munkát kell vállalnia, akkor az egy rugalmasabb rendszer a megmaradásban. És hát azt is látjuk, és ez felmérések igazolják, hogy a nappali tagozatos hallgatók esetében is a lakhatás egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Fokozottan igaz ez, egy pályakezdő fiatal számára pécsi ingatlan piacon lakáshoz jutni nem egyszerű. Az egyetemnek ilyen jellegű lakáscsomag nincsen, a tanárképzést folytató karoknak sincsen, ezért fordultunk a városhoz, az ő bérlakás programjukba csatlakozunk be egyfajta ilyen háttérrel. Trócsányi András azt mondja, bár ő tanárképzésről beszélt, de valójában pedagógus képzésről van szó, így óvónők, tanítók és tanárok pályázhatnak majd lakhatásra Pécsen, függetlenül attól, hogy állami vagy egyházi iskolában tanítanak. Majd az önkormányzat ehhez biztosít ingatlanokat, így állapodtak meg az egyetemmel. 17 önkormányzati lakást ajánlott fel az önkormányzat, hogy minél több pedagógust tudjunk Pécset tartani, egyáltalán a pályán tartani. Az egyetem kérésére ez nem biztos, hogy pont 17 pedagógust fog jelenteni, hiszen
lesznek olyan pályakezdő fiatalok, akik friss diplomásként még az együtt albérletben lakunk, vagy együtt vagyunk kollégisták élményből kiindulva, lehet, hogy egy lakásban ketten vagy hárman is társbérletben élnek, ez külön az egyetem kérése volt. Itt a lakbéreket tekintve egy önköltségi lakbér kerülne megállapításra, ez egy ilyen 45 és 50-55 ezer forint körül várható majd havonta. Jövő héten írják ki a pályázatot, így akár már a szeptemberi iskola kezdésre önkormányzati lakáshoz juthatnak a kérelmezők. Az egyetemnek kell benyújtaniuk a fiatal pályakezdő pedagógusoknak az igényüket a lakhatásra. Ezt elbírálják, majd a város ez alapján köt velük bérleti szerződést. Anyáknapi életvával köszöntötték az édesanyákat Balatonföldváron. Az alkotásra, amely gyarapodást hivatott szimbolizálni, több mint 200 gyermek neve került fel. Az életvát Csiszár Zsolt, Varga Imre díjas szobrászművész készítette. Sarjadó facsemete, facsemetének a születése tulajdonképpen, és a fent látható levelek, azok pedig mindegyik levél egy 2001 óta született újszülöttnek a nevét tartalmazza. Egy égbe nyúló kéz, apró falevelekkel, a tenyéren pedig a sarjadó élet. Ezt szimbolizálja Csiszár Zsolt szobrászművész legújabb alkotása. Az életfát anyák napján adták át Balatonföldváron. Az ünnepségre számos olyan család érkezett, akik gyermekének neve felkerült a levelekre. Nagyon szép, és szerintem a kislányomnak is nagyon tetszik, úgyhogy többször már kellett jönnünk és megnézni, hogy hol található az ő neve, és az ismerősök nevét is végignéztük. Az alkotásra, amely a gyarapodást hivatott szimbolizálni, 200 gyermek neve került fel. Csiszár Zsolt már készített hasonló alkotást, azonban ez volt az első anyáknapi felkérése. Két évvel ezelőtt én már csináltam egy hasonló szobrot, ami a Siófoki Városi Könyvtárban található, és hát akkor azt találtam ki, hogy egy villámcsapott, kiszáradt, korhadt fának, egy tenyeret formázó fának az életvonalából egy új hajtás sarjad. És amikor megkaptam ezt a felkérést, hogy állítsak életfát, akkor úgy gondoltam, hogy ez a koncepció, amit kitaláltam egy pár évvel ezelőtt, ez teljesen lefedi ezt az életfa projektet, és ezzel álltam elő az önkormányzatnak, és ezt elfogadták. Balatonföldvár lakossága az elmúlt 20 évben sokat gyarapodott. A település vonzó a fiatalok számára, így sok gyermek is születik itt. Erről szerettek volna megemlékezni az életfával. Balatonföldváron ez egy új kezdeményezés, más településről vettük a példát, nem titkoljuk, Kaposvárnak a kezdeményezése tetszett meg. Úgy gondoljuk, hogy az életfa maga a város gyarapodását, a fejlődését jelképezi. Nagyon örültünk, hogy rögtön az első felhívása már több mint 200 balatonföldvári gyermek és szülő jelentkezett, és szerettek volna részt venni ebbe a programba. A vasból készült életfára további 300 levélke fér el, a település pedig minden évben szeretné majd bővíteni az újszülöttek nevével azt. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Utcafórum. Szabó Noémi és Móra Viktória beszélgettek a szekszárdiakkal. Legalizáció. Továbbra is megosztó itthon a kanabisz. Német delegáció Tolnán. Testvérvárosi látogatás. Rózsusabau Kft. Bronzminősítésben részesült a dombóvári építőipari vállalat. Szerdán a térségben maradó hidegfront okozhat sokfelé erősen felhős, főként nyugaton szeles, változékony időjárást. Reggel még borongos idő a valószínűbb szorványos, délen kiadósabb esőkkel, záporokkal. Délelőtt szakadozottabbá válhat a felhőzet. Itt-ott a nap is előbújhat, várhatóan megritkulnak a záporok. Tovább csökken a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!